Vannak még előttünk csapatok, akik elég közel vannak a ponttáblázaton, így egy-két ponton belül van három csapat, úgyhogy szeretnénk a tabellán előrelépni, ehhez meccseket kell nyerni, és most két olyan mérkőzés vár ránk, a Pápa és a Tatabány ellen, ahol erre reális esélyünk van, illetve ahhoz, hogyha ezeket a meccseket ponttal, pontokkal abszolváljuk, akkor tudunk lépegetni előre, és a nyolcadiknál előrébb tudunk majd szerepelni. Hát nagyon jó az első gólomot megszerzni felnőtt futballba. Most nagyon motivált vagyok, hogy most sérült voltam nagyon sokáig, most már játszok folyamatosan egyre többet. 16 évesen debütáltam NB3-as csapatba. Nem annyira nehéz volt beilleszkedni a csapatomba, mert ismertem mindenkit, meg jó a srácok, mindenbe segítették. Hát annyira nem szoktam nézni ki az ellenfelem, de ha kell, akkor én is megérkezek neki keményen. Nyerni kell nekünk. Most nagyon jó formában vagyunk srácokkal, csapatunkkal, mentálisan, meg fizikálisan is. Hát nyerni kell, fölfele mozgunk a tabellán, meg ha játszani fogok, akkor szerintem vagy bal szélen, vagy jobb szélen, szeretnék gólt rúgni.